Tehát akkor Jósa Milának Ilva, és a CEU Hálózatkutatási Központjában vagyok másodéves PhD hallgató, és most amiről beszélni szeretnék egy kicsit, az az, hogy hogyan kerülnek fizikusok a társadalomtudományokba, milyen kérdésekkel, milyen problémákkal foglalkozhatnak fizikusok egy ilyen látszólag oda nem illő területen. Mert ilyen alapvetően fizikusok természetleírással foglalkozunk, szóval méréseket, kísérleteket tervezünk, elméleteket alkotunk arra, hogy hogyan működhet a természet. És az első annyira nem egyértelmű, hogy hogy kapcsolódik össze az, hogy például hogyan posztolnak az emberek Facebookra, milyen stratégiák szerint érdemes Instagramon hirdetni. Ugyanakkor mégis elég jól tudunk kapcsolódni ahhoz a közszájhez, hogy rengeteg adatot terül nap, például hatalmas mennyiség adat keletkezik, akár most is a telefonunk dolgozik és logolunk. És a helyzet az, hogy rengeteg olyan módszert, kvantitatív módszert lehet alkalmazni ilyen adatok elemzésére, amiket a fizikusok előszeretettel alkalmaznak, akár elő is készítenek, vagy kifejlesztenek. És hogy egyre több olyan fizikusnak elkezd foglalkozni az, hogy mi van, hogyha nem egy elektron, vagy nem egy valamilyen részecske rendszer a vizsgálatokat tárgya, hanem emberek, akik különféle tevékenységeket folytatnak az interneten, akár zenét hallgatnak, vagy posztolnak mindenféle üzeneteket, és hogyan lehet így az egyének viselkedését megérteni, és akár nagyon skálán a társadalmi rendszereket megismerni, és mélyebb strukturális információkat megtanulni róluk. És ezt igazából környezettől függ, hogy hogyan szokták hívni, valamikor számítógépes társadalomtudománynak, de sok esetben a komplex rendszerek fizikája is egy nagyon hasonló dolgot jelent, vagy az adattudomány. És most három olyan témát szeretnék megemlíteni, amikkel mostanság foglalkoztam, és valamennyire ide kapcsolódnak. Ezek közül az első, ez egy viszonylag jól sikerült óraiba adandó igazából, egy sima PhD kurzus tanulmányunk témában. És a kérdésem az annyi volt, mert nagyon vártam már az új évadot a önök harcával, és kicsit türelmetlen voltam, hogy hogyan lehetne megjósolni azt, hogy ki fognak meghalni, az alapján, hogy milyen pozíciók van a önök harca társadalmi rendszerében. Szóval elkészítettem ezt a kis szociális állót, amiben akkor van kapcsolat két karakter között, hogyha egy jelenetben szerepeltek, hogyha többször, akkor pedig erősebb a kapcsolat. Utána megnéztem azt, hogy milyen jellemző mértékek azok, amik leírják az egyes karaktereket, milyen centralitási mértékek, amik mondjuk tipikusak, például magas fokszám vagy hasonló. És utána az egészet beraktam egy egyszerű machine learning modellbe, és megnéztem azt, hogy vannak olyan minták, amik jellemzőek azokra a karakterek, akik már meghaltak, és hogyha igen, akkor az élő karakterek között kik azok, akik szintén hasonló mintákat produkálnak, vagyis hogy az esélyük arra, hogy meghaljanak. És ebben viszonylag egy jól teljesítő modellt sikerült csinálni, annak kell, hogy tegyen egyszerű support vektorosi, aki ismeri a témát, a modell. Úgyhogy akit érdekelnek a spoilerek, a weboldalon meg lehet őket nézni, a végén lesz egy link. Szóval, Cvolkarszó után egy kis ilyen üzleti dolog. Csináltunk egy olyan projektet nem olyan régen a Maven Salonnal, lehet, hogy többen ismeritek, és egy Budapest-Boston központú a startup. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan tudunk egy étteremmászban segíteni, hogy új éttermeket is sorolni Mexikóban. És ezt úgy csináltuk, hogy leszettünk több tízezer tweetet és Instagram posztot az étterem számára érdekes cégközönség által. Szóval őket ők posztoltak, és megnéztük, hogy ezeket honnét töltötték fel, hogy milyen jellemző tulajdonságaik voltak, és ebből csináltuk olyan ajánló térképeket, amiket már a konkurencia helyzetében összevetve nagy sikerrel alkalmaztak a döntéshozó CSS emberkék abban, hogy hol legyenek az új éttermek. A harmadik projekt pedig, amit röviden megemlítenék, a doktori kutatásomnak az első pár hónapjának a terméke. Itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan tudjuk számszerűsíteni a sikert különféle művészeti területeken, mint például a filmrendezők, zenészek, énekesek, DJ-k, vagy akár írók, vagy költők esetében. És olyan modellt szeretnék, olyan analisztikus modellt szeretnék megalkotni, ami jól érje és jól előrejelzi azt, hogy ezek a kreatív alkotó emberek hogyan, mikor és mennyire fognak sikeres munkát létrehozni, milyen egyszerű és általános szabályok lettek a mögött, hogy valaki egyszer csak hirtelen a semmiből előjön és egy nagyon nagy munkával rukkal elő, vagy pedig nincs semmilyen általános minta. Úgyhogy most ezt mutatjuk, amivel az egyik első lépényük a következő. Szóval, hogyha egy művész, mondjuk egy filmrendező alkot, készíti a filmét, akkor az teljesen véletlenszerű, hogy szóval az teljesen véletlenszerű, hogy melyik munkán lesz a legsikeresebb. Szóval legyen szó zenészről, énekesről, könyvíróról, zeneszerzőről, vagy filmrendezőről,
teljesen véletlen szó az, hogy az első, az utolsó, hogy bármelyik közönső filmje lesz, vagy könyve lesz az sikeres. És röviden ennyi is lett volna, úgyhogy várom a kérdéseket, köszönöm a figyelmet. Tehát a trónok harcánál ott hogyan detektáltad, hogy melyik két karakter szemben egy színben? Szerencsé volt, és láttam egy olyan weboldalt, ahol a lelkes rajongók feltöltötték az összes képanírást párbeszédes formában. Szóval meg voltak a jelenet határok, és közöttük pedig az összes megvizetek ki, mikor mit mondott. Köszi. Mennyi adat kell ahhoz, hogy tudjatok bármit jósolni belőle, hogy mintát vegyetek észre, tehát van erre bármiféle mérőszám? Melyik témáról? Például mondjuk a trónok harca, de akár csak itt nagyságrendileg értek, hogy mennyit kell egy témáról? Például itt ilyen több tízezer karrierre van szó. Több tízezer filmrendező, akit kijelöztünk. Szóval az én kérdésem az, hogy jó, és akkor ki marad életben? Spoiler lenne már azt, hogy tudom tartani. Jó, nem, majd megnézzük. Köszönöm, hogy egyszer.